tiszta lap. Anyja neve Mária. Születési idő február 18. Igen, ma van. Erre a napra kértem a múltét. Még 2019-ben elvégezte a Színművészeti Egyetemet Várnagy Kinga. Akkor a diplomamunkájának gyakorlati részeként egy egyszemélyes előadást választott magának. Egy ismerős hölgy életéről van szó. Nem fogom elmondani a nevét, mert sokan ismerik Pécsett, és a darab is álnéven megy. Mayer Bernadett a becsületes neve a hölgynek. És tulajdonképpen én egy születésnapi albumot láttam nála, amiben voltak az 50. születésnapjára kapta a műpapájától, és voltak benne fotók és kis rövid történetek az elmúlt 50 évről. És én ezt láttam és olvastam, mutatta nekem, és hát ez annyira magával sodort ez az egész könyv, meg a fotók, hogy mondom, hát ez ilyen élet nincs, hát ezt megcsinálnám színpadon, az sok lenne. És akkor ez így szöget ütött a fejembe, hogy miért ne, csináljam meg színpadon. És ezt feldobtam nála is ezt az ötletet, hogy mi lenne, ha az életedből csinálnék egy előadást. És akkor mondta, hogy hát jó, jó, de azért annak a könyvnek azért nem minden része teljesen igaz, úgyhogy ha én őt meghallgatnám, akkor ez egy másik képet és oldalt is mutatna az életről. Na, hát akkor hajrá, gyerünk! Ezek után Várnagy Kinga készített 2-3 interjút, amiből lett egy 15-16 órányi hanganyag. Ezt mind le kellett írni. Ehhez kapott segítséget színész, rendező kollégáktól, többek között Ari Nagy Barbarától. Ez 80 oldal lett, amit eljátszik ebből az 16 oldalnyi tömör, lényegre törő része a történetnek. Ragaszkodott hozzá, hogy egy órán belül maradjon az előadás. Ez egy élet, ez egy női sors, ez egy semmi extra. És hogyha valakit nem érdekel, vagy nem tud vele menni, akkor legalább ne unatkozzon másfél órán keresztül. Tehát, hogy így maradjunk egy órán belül, és akkor így addig kellett csűrni, csavarni a szöveget, hogy ez meglegyen az a váz, ami már így tulajdonképpen így elmond sok mindent, de mégis benne van abban a keretben, ami még így tűrhető. Go away, come again, another day. Little Bernie wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. Little Bernie wants to play. Rain, rain, go away! Ez az első egyszemélyes előadása a színésznőnek. Nagy feladat, nincs mankó, nincs partner, akinek a szemébe lehet nézni. Aki megmentő, vagy akit ő ment meg, ha olyan helyzet adódik. Erre nagyon fel kell készülni. A biztos szövegtudás elengedhetetlen. A díszlet egyszerű, de hihetetlenül sokat mondó. Szerepe van minden kelléknek. Az én egyetlen díszletelemem az egy kórházi ágy, amit 3 évvel ezelőtt szúrtam ki a 400 ágyas kertjében, egy leselejtezett kórházi ágy, és akkor addig mentem, amíg megtaláltam, hogy kitől lehet azt elkérni. Rajta van még a leltári szám, lehet, hogy majd azt is vissza kell adjam valamikor, de hogy tulajdonképpen ez most az én ágyam, ezt így vinnem kell magammal, akárhova megyek, ami nem egy kis feladat, tehát ez most már ehhez is. Igen, kell autó vagy segítség, de tulajdonképpen azért a kellék, meg a jellemezmény, ezt mindent én raktam össze, amit így gondoltam, hogy mindenképpen szükséges hozzá. Van egy nagy lufim, azt mindig fel kell fújatni, ez is, hogy szóval tulajdonképpen nincs kellékesem, hanem ezt így elviszem és felfújatom a gázos lufimat a palackból, és akkor jövök az előadásra. Szóval mindent magamnak csinálok, igen. Tulajdonképpen szimbolizál szerintem elég több dolgot az előadáson belül, de egyrészt a szülinapokra mondanám így rá leginkább, mert hogy ennek a Bernadettnek ma van a születésnapja, és mára kérte a műtétet, mert egy szépészeti műtétre vár éppen, és tulajdonképpen az egész alapkoncepció az, hogy egy műtéti beleegyező nyilatkozatot ki kell töltsön, és akkor elkezdi kitölteni, és akkor így előjön az egész élete, és felidéződnek a nevek kapcsán, meg a gyerekkor születési dátumhely kapcsán.
Ez lett végül is a keretjátéka, ezt így találtuk ki. Az Anyanyelve magyar címmel egy monodrámát láthat a nagyérdemű Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben található Jezben.